ez a videó az utánkövetésről szól, hogyha nem vagy annyira otthon a utánkövetésben, nincs is olyan meg a rendszered, vagy ha megvan, akkor érdemes meghallgatni például az, hogy mi az egy olyan megoldás, ami teljesen jó tud beválni, illetve hogy milyen időközönként kell ezeket a ügyfeleket újra felkeresni, akiket elvesztettél. Ezek olyan ügyfelek, akiket tárgyaltál, nemet mondtak neked, de nem az, hogy akkor soha többet nem akarnak veled működni, hanem olyanok, akinek most nem aktuális, nincs rá most pénze, bármi egyéb, és később kell őket majd után követni. Úgyhogy nézzük is. Oké. Nagyon egyszerű, hogy a koncepció, van rá több opció is, általában két nagyon jelentős megoldás van rá, egyik a telefonon keresztül felkeresed, a másik pedig e-mailben felkeresed ezt a kombinációt, vagy valaki még szokás SMS-t is alkalmazni rá. Az attól függ, hogy te mivel működsz, az biztos, hogy neked listát kell építened az ügyfeleidből. Lista olyanokból áll, akiket például már valamikor van több opció is, szóval utánkövetés alatt azt is értem, mert az utánkövetés meg a reaktivás, ugye utánkövetés, amikor olyanokat követsz után, akik még nem az ügyfeled, és aztán van a reaktivás, akik már az ügyfeled, de most nem vásároltak, és újra akarod őket vásároltatni, hogy újra vásároljanak. Most az utánkövetésről lesz szó, akik még soha nem vásároltak tőled, nemet mondtak, de nem utasítottak el örökre. Ebben az esetben itt lényegében mi az e-mails formátumot tudtok megcsinálni, van egy nagyon egyszerű folyamatra, ami még most ilyen teszt fázisban van, már csináltuk másképp is, most ezt egy ilyen teszt fázisban oldjuk, hogyha valaki nemet mond, akkor 60 nap után kap egy e-mailt, hogy lényegében például a lead generálásra nemet mond, kap egy e-mailt, ami tartalmaz egy, most pontosan nincs előttem, hogy melyik rész, de egy ilyen kvázi, hogy építse a bizalmat, egy ilyen információs csomagot, egy információs e-mailt, utána 90 nap után kap egy másik e-mailt, az a referenciák, hogy milyen referenciáink vannak, milyen cégkel dolgoztunk, egy Google-en is elég sok értékelésünk van, több mint 70 értékelés, és akkor azokból is szoktunk kiszemelgetni, és akkor ott azt is elküldjük, hogy milyen cégkel dolgoztunk együtt, pontosan milyen területről, aztán szoktunk azt, hogy a munkatársaink azok miért szeretnek nálunk dolgozni, milyen eredményeik vannak a munkatársaknak, és akkor erről szoktunk egy picit beszélni, akár oda lehet betenni interjúkat is, most valami, több munkatársunkkal is készült már interjú így online, és akkor ezt mind be lehet oda úgymond vágni. Aztán van az opció is például, az is egy ilyen elég hatékony megoldása, az, hogy nem csak 90 nap után, hanem például a 120 nap után kapja a munkatársokat, viszont a 150 nap után kap egy másik e-mail, amivel például meg lehet őt akár erősíteni azzal, hogy lényegében megerősíted a munkatársokban, megerősíted azt, hogy ugyebár milyen referenciáid vannak, hogy miért választna minket az ügyfelek, és aztán van egy ilyen negyedik pont is, és a negyedik pontnál meg több mindent bele lehet tenni, mindenki mást szokott rá alkalmazni. Van rá sok ilyen amerikai megoldás, de lényegében itt számodra fontos dolgokat lehet beletenni. Itt az, hogy akár melyik szolgáltatás ki szokja választani, ilyet is tudsz beletenni, ilyen, hogy 150 nap után kapjon egy ilyet. Lehet beletenni akár olyat is, így bizalmi faktor, vagy a ügyvezetőről tudsz így mesélni, vagy te küldöd ki az e-mailt, akkor te saját magadról tudsz mesélni, hogy milyen tapasztalatod van, hogyan kezdted a céget, szóval, hogy hogyan alakult ez az egész, hogy ez a bizalma is legyen meg, hogy milyen, akár ezt egy videóba is el lehet mondani, vagy írásba is, hogy hogyan alakult a cég, szóval ez mind építi a bizalmát, és 180 nap után az adott illető, akihez tartozik az a lead, kap egy teendőt, hogy akkor figyeld, hírd fel az illetőt, kapott összesen ezelőtt már 4 e-mailt, szóval nemet mondott, utána kapott 60 nap után egy e-mailt, 90 nap után, 120 nap után, 150 nap után, 180 nap után, szóval fél év múlva felhívja az értékesítő, megkérdezi, hogy mi újság, hogy van, mik történtek mostanában, hogy van nálak az ügyfélszerzés, ilyen kicsit érdeklődés. Aztán utána fontos az, hogy ha az illető még nincs fent a hírlevél listán, akkor őt fel kell iratkoztatni a hírlevél listára, amit például mi hetente küldünk hírlevelet, különböző témák, de főleg a podcastokat szoktuk benne elmondani, vagy valami, vagy az, hogy a heti könyvet például, szóval több mindent ki szoktunk küldeni, de lényeg, hogy annak is legyenek egy rendszer, hogy heti szinten kapjon egy vagy több e-mailt az adott illető, és akkor kvázi ott folyamatosan tartod a kapcsolatot vele, és amikor egyszer már
megfogalmazódik benne az igény, akkor már újra lehet, akkor kontaktba fog veled lépni. Ilyen is lehet, és olyan is lehet, hogy akkor beteszed az adott értékesítőnek, ezt mi megteszteljük, hogy mi a legjobb megoldás rá, és ilyenkor lehet azt is, hogy például egy év múlva újra felhívja, fél év múlva lett beszélve, egy év múlva megint felhív az értékesítő, hogy mi újság, hogy van, és itt tovább, hogyha egy másik értékesítő van azóta, akkor az, ahol másik értékesítő kerül el, ehhez egy nagyon profi CRM rendszerre van szükség. Ehhez mondjuk, ahogy mondtam, egyik videót készítettünk is róla, a PyDrive-ot fogom tudni nektek javasolni, ez egy tökéletesen működő megoldás erre, és be tudjátok magatoknak konfigurálni, és 2022-es megoldások vannak benne. Úgyhogy ez volt ez a rövid kis videó erről, hogy hogyan működik az utánkövetés. Nálunk ezek a módszerek vannak rá, mi is folyamatosan teszteljük, hogy mi az a legjobb megoldás, mi ezeket csináljuk, ezt idén vezettük be, hogy ezt a folyamatot, eddig után csak felszoktuk őket hívni, de ez, hogy nem kell őket csak felhívni csak fél év után, ez egy fontos dolog, mert eltelik addig egy idő, és lényegében ezáltal kvázi az illető az neki mindig azért mondott nemet legtöbb esetben, mert nincs meg az a bizalma, nem bízik benne, nem bízik vagy benne, vagy a cégbe, vagy az adott termékbe. És ezt kell benne megerősíteni, hogy bízzon a cégbe, mi munkatársak rólunk, ugye bízzon a referenciák, bízzon abba, hogy mint benned, magadról is tudsz mesélni, akár a értékesítőről is lehet kiküldeni e-mailt, aki van, vagy ki lehet küldeni azt, hogy mind a cég tulajdonos, hogy arra is bízzon, hogyha például mind nálunk is sokszor még én tárgyalok, illetve, hogy bízzon az adott szolgáltatásba, hogy arra is lehet mondani, miért szokták ezeket választani, milyen megoldások szoktak belőle születni, mik a kötési arányok belőle, mennyi üzletet szoktak ezekbe a leadekbe megkötni, szóval, hogy ez mind legyen így megcsinálva, levetítve, hogy lényegében a te lehetőségeidhez mérten, hogy ők megkapják róla ezeket az információkat, megnézzék, elég, ha csak elolvassák, nem kell rá válaszolni, ugyebár csak elolvassák, akkor ebben az esetben, hogyha ezt elolvassák, akkor amikor te már felhívod, vagy az értékesítő felhívja, akkor már lényegében neki már növekedett a bizalma, és hogyha neki pont akkor aktuális, akkor szuper, akkor tudsz vele már ott egyeztetni, mert az a cél a megbeszélgetésnek fél év után, hogy legyen vele egy online megbeszélés felhívod, és akkor felhívja az értékesítő, és akkor egyeztessen vele egy ilyen online meetinget. Egyeztetett vele egy online meetinget, akkor nagyon szuper, az online meetingen pedig át tudja beszélni, aki jelenleg most hogyan működnek, és így tovább, és aztán utána lehetőség szerint tudván vele kötni üzletet, ha nem, akkor meg utána már ott nem kell fél év múlva megint felhívni, hanem ilyenkor érdemes akár egy ilyen, vagy 9 hónap után, vagy 12 hónap után újra felhívni, viszont addig is feliratkoztatni a hírlevél listára, és minden héten egy vagy több alkalommal küldenek ki e-mailt. Úgyhogy én ezt javaslom neked, ha hasznos volt, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, hogyha nem tetted, mivel minden egyes úgymond héten 4-5 videót, de inkább 5 videót készítek, üzleti és önfejlesztés témában, tudsz belőle tanulni, van több sorozat is, úgyhogy javaslom, hogy mindenképp legyél itt, iratkozz fel, mivel ezekből a videókból rengeteget ki tudsz venni, teljesen ingyen van, és minden héten megkapod őket, tudsz rá minden héten számítani. Úgyhogy ez egy olyan dolog, ami magyar csatorna. Kevesen vannak, akik folyamatosan minden héten több és több videót csinálnak ebbe a témában, néha vannak, néha csinálok, viszont egy kezemben meg tudnám számolni, mennyi a csatorna van rajtunk kívül, akik folyamatosan heti szinten újabb és újabb videókat csinálnak magyar nyelven. Úgyhogy ha szeretnél csatlakozni úgymond ehhez a közösséghez, akkor nyomj egy lájkot, kapcsol be a feliratkozás gombot, és aztán a csengőt pedig bilizdeld meg, hogy a csengő által minden ilyen videóról fogsz kapni majd értesítést, úgyhogy azt is kapcsol be. Sok sikert!